Elindul a jövőre esedékes önkormányzati választásokon a Magyar Szolidaritás Mozgalom, és főpolgármester jelöltet is állít. Erről döntött pénteki közgyűlésén a szervezet, ahol újra választották elnöknek Székely Sándort. A Szolidaritás Mozgalom a civilekben látja az önkormányzatok jövőjét az egymással is viaskodó pártok helyett. Balázs folytatja vendégével. És az újra választott elnök a vendégünk, Székely Sándor, a Magyar Szolidaritás Mozgalom elnöke van itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Gratulálunk a megválasztásához. Tehát múlt héten volt közgyűlésük. Mikről döntöttek még? Hát ugye elfogadtuk az éves beszámolót, ugye a Magyar Szolidaritás Mozgalom éves beszámolóját, és hát leginkább itt az önkormányzati választás volt a középpontban, és hát eldöntöttük, hogy hát figyelembe véve az elmúlt évek gyakorlatát, ugye a Magyar Szolidaritás Mozgalomnak van önkormányzati múltja, hogy hát a 2024-es önkormányzati választásokon is elindulunk Budapesten és vidéken is. Mi a cél? Hát megjelenni az önkormányzatokban, és hát leginkább azt bemutatni, hogy ugye ebben tehát azt szeretnénk elérni, hogy azt átadjuk a köztudatba, hogy az önkormányzati politikát azt el kéne választani az országos politikától. Ugye úgy fogalmaztak volna, hogy olvastam a honlapikon, hogy ki a pártpolitikával az önkormányzatokból, ugye? Így, a párt logikával. Tehát párt logikával? Ki a párt logikával az önkormányzatokból, mert mi azt gondoljuk, hogy ez az elképesztően megmérgezett magyar közélet, hogyha ez beszivárog ezekben az önkormányzatokban, mint azt láthatjuk is, akkor egy rengeteg sor olyan problémát okoz, ami amúgy nem lenne meg, amúgy is terheltek az önkormányzatoknak az ügyei, de azt gondoljuk, hogy ez a pártpolitika, ez végképp megnehezíti a működését, nem csak Budapestnek, hanem egyébként a megyeszékhelyeknek és általában a 10 000 fő feletti városoknak. Ez azt is jelenti, hogy a Szolidaritás Mozgalom nem is gondolkodik mondjuk pártokkal kötendő szövetségekben, hanem inkább civil szervezetekben, vagy egyéb úton, módon próbálnak meg szövetségeket kötni? Alapvetően mi civil szervezetekkel szeretnénk, illetve fogunk is együttműködni Budapesten és országosan is. Minden olyan politikussal vagy szervezettel mi szívesen tárgyalunk, aki azt gondolja, hogy nem pártpolitikai alapon kell önkormányzatokban politizálni vagy dolgozni. Úgyhogy így, és természetesen fölvettük már Budapesten is, és vidéken is. De őszintén szóval, ugye mi én most kaptam felhatalmazást arra, hogy elkezdjük szervezni a kampányt, így van Budapesten, vidéken a vidéki csoportfelelősök, Budapesten pedig én. És eddig is voltak már tárgyalások, kerületekben is, meg nagyobb civil szervezetekkel, és ezeket most folytatjuk, és hát majd szép lassan megyünk előre, nyilván lesz programalkotási folyamat is, és hát majd elkezdjük beengedni a képviselőinket is, polgármester jelöltjeinket is. Magyar Szolidaritás Mozgalom alapvetően egy ellenzéki szervezet. Hajlandóak-e pártpolitikai szinten, van-e most a baloldali térfélen, vagy ellenzéki térfélen olyan párt, akivel hajlandóak lennének, illetve lesznek együttműködni majd az önkormányzati választásokon? Hát nézze, nekünk nagy tapasztalatunk van az együttműködésben ezekkel a szervezetekkel az életünk során, de mi ezt valahol 2019-ben, amikor ugye egy fél évig volt együttműködés a Demokratikus Koalíció meg közöttünk, ott mi ennek véget vetettünk igazándiból, mert hát nézd, ugye ott volt egy megállapodásunk az országgyűlési választásokra, de a megállapodásban benne volt az is, hogy a Magyar Szolidaritás Mozgalom az egy független civil szervezet marad, hogy megállapodunk a DK-val a önkormányzati választásokra, meg az EP-re is. Hát ugye ebből semmi sem lett, és amikor mi ugye itt ennek elkezdtünk hangot adni ott a szövetségesünkkel, akkor engem még a Demokratikus Koalíció elnöke telefonon meg is fenyegetett, hogyha nem teszem azt, amit ő mond, akkor tönkretesz. Igen, akkor engem tönkretesz erkölcsileg, meg anyagilag is. És hát ez már csak a vége volt, tehát ugye már az előző problémák miatt mi mindenképpen kiléptünk volna ebből a szövetségből, de ugye ez még 2018-ban volt, 2018 év végén, úgyhogy mi azt gondoljuk, és hát egyéb más szövetségeseinkkel is az elmúlt 10 évben azért voltak problémák, úgyhogy mi pártpolitikailag az önkormányzatokban, ebben a kampányban nem szeretnénk konkrétan részt venni. Mint említettem, azokkal a politikusokkal,
akik abba gondolkodnak, hogy nem pártszínekben indulnak, vagy ilyen civil szervezetekkel, azokkal nagyon szívesen működünk együtt, de abban a mocsárban, amit most itt az ellenzéki térfelen látunk, abban nem szívesen vennénk részt, és hát természetesen a Fidesz-szel meg végképp nem, hiszen mi ugye egy ellenzéki szervezet vagyunk 2011 óta, hát talán elmondhatom, hogy a tüntetések jelentős részét mi szerveztük, úgyhogy hát ott nem tudunk együttműködni. De érződik akkor némi csalódottság a szavaiból, tehát hogyha megkeresnék önt mondjuk, vagy önöket az ellenzéki pártok, akkor se feltétlen működne velük együtt? Vagy meghallgatná az ajánlatokat? Nézd, mi mindig a tárgyalás álláspontján vagyunk, tehát azt gondolom, hogy egy politikus... Mondjuk soha, a DK részéről ez a veszély, tehát azért ez valószínűleg nem fenyeget minket ez a veszély, mert a demokratikus koalíció most el is mondta, hogy akik nem akarnak, tehát akik nem velük, aki nem is ért, hogy valami, és utána, hogyha a miniszterelnök úr azt mondta, hogy aki nem velük van az elnök, ez az, ami egy önkormányzatiságot megmérgez, mert én azt gondolom, hogy az önkormányzatiság nem arról szól, aminek egyébként van helye a parlamentben, vagy az EP parlamenti választásokon, hogy ütközzenek a politikusok, hanem hogy az adott településnek, városnak, Budapestnek, kerületnek az érdekében igenis együtt kell dolgozni, és megoldásokat kell megtalálni, arra, hogy például Budapesten hogyan szűnnek meg a rozsdővezetek, hogyan lesz itt normális közlekedés. Na ezt akartam még kérdezni, még a végén erre visszatérünk a szolidaritási mozgalom programpontjaira. Tudom, hogy nem hirdettek még programot, de azért néhány dolgot említett a közgyűlés kapcsán. Azt szeretném kérdezni, mert azt is olvastam, hogy főpolgármester jelöltet is állítanak. Elégedetlenek, vagy nem tudnának beállni Karácsony Gergely újrázása mellé? Nézd, mi támogattuk Karácsony Gergelyt a két előválasztáson, ugye, és ugye a Karácsony Gergő... Én úgy érzem, hogy ő légüres térbe került most, itt pontosan a pártlogika miatt, hiszen az ő pártjának, ha jól értem, nem nagyon van támogatottsága a demokratikus koalícióval konfliktusba keveredett, én ezeket csak így kívülről látom, mint az összes magyar állampolgár. Van a DK-nak gyakorlatilag a fővárosi közgyűlésben, igen, egy kicsit nyomás van ebből. Nyomás van, ugye ott megy a szokásos reszelés. Ha a Karácsony Gergő úgy gondolja, hogy ő nem pártpolitikusként akar esetleg újrázni, hanem ő is azt gondolja, hogy a pártlogikát félre kell tenni, és itt civil egyesületekkel, mozgalmakkal kíván indulni, akkor természetesen nekünk van beszélgetni való. De elégedettek ezek szerint az ő munkájával? Nem vagyunk elégedettek. Ugye ezt többször el is mondtam, hogy nem feltétlenül értünk mindenben egyet. Leginkább itt a közlekedéssel gondolok, mert a célokkal természetesen egyetértünk, de a megvalósítást azzal sajnos nem. De ott természetesen itt azért el kell mondanom az igazság teljes kibontása érdekében, hogy a Karácsony Gergő nehéz helyzetben van, hiszen a Fidesz pártlogikai alapon akadályozza a budapesti főváros működését, amiben ugye Karácsony Gergő is pártokkal van, és szintén ez a pártlogika akadályozza őt is azért, hogy jól tudja képviselni a főváros érdekeit. Milyen jó lenne, hogyha ez megszűnne, és kivennénk a pártlogikát az önkormányzatok működéséből. Az is gondoltam, hogy elégedetlenek egyébként, hogy olvastam a közgyűlés utáni nyilatkozatukat, abban az van, hogy hát felsoroltak rengeteg ügyet a fővárossal kapcsolatban, csak a fővárossal kapcsolatban meg kéne oldani. Mondott is egyet-kettőt, de azért még soroljuk fel, hogy itt a P+R parkolók, a rozsdővezetek ügyét említette. Hát nézze, ezek nem is mostani ügyek, hanem ugye 30 vagy akár 40 éve húzódó ügyek, és pontosan azért nem tudunk itt a fővárosban, vagy a fővárosban sem hosszú távra építeni, ami az egy 2 milliós város, az agglomerációban majdnem 3 millió, mert állandóan ezek a politikai pártok akadályozzák a működést, ha valaki valamit csinálna, a másik megakadályozza, hogy nehogy föl tudjon mutatni sikert. Budapestről hiányzik 80 000 P+R parkoló, több metróvonal. A közlekedés a külvárosokból, tehát még a tömegközlekedés a külvárosokból, főleg a reggeli, meg az esti csúcsidőkben nagyon nehézkes. Az agglomerációból bejutni szinte lehetetlen bizonyos napokon. Itt van egy biodómunk, ami tehát ugye ilyen egyszerűen fölfoghatatlan milliárdokat öltek bele, egy rossz döntés, és ennek is megoldást kell találni. A parkolási rendszerünk nincs megoldva, a bérlakás helyzet, tehát a lakhatás Budapesten drámai. Budapesten történik a legtöbb gyalogos átkelő helyen lévő baleset.
hetente történnek ilyenek, amiért nincsenek felújítva, és ezek is itt a kerületi önkormányzatok, a fővárosi önkormányzat és a mindenféle útfenntartó cégek közötti kompetencia problémák miatt, tehát rengeteg probléma van, amivel foglalkozni kell, amire nekünk javaslataink is lesznek, és egyébként mi erről is, leginkább erről szeretnénk beszélni majd a kampányunkban. Lesz feladat, és meg van feladat. Is. Van. Van feladat bőven. Elnök úr, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.